20 éves az egészségtudományi kar. A jubileumi ünnepségre nem csak a kar vezetői, hanem az érintett főhatóságok, a társegyetemek és társkarok képviselői is meghívást kaptak. Göndöt Zsigmond a Nemzeti Erőforrás Minisztérium képviselőjeként köszöntötte a kart. Őt tudományos és oktatói munkája személyesen is az ETK-hoz köti. A kar címzetes egyetemi docenseként két szóval a folyamatos fejlődéssel jellemezte a kart. Köszöntő szavai után átadta a minisztérium elismerő oklevelét Réthei Miklós nevében, és elmondta, a tárca sürgősségi akadémiák felállítását tervezi, elsőként a PTE egészségtudományi karán. Bódis József a PTE rektora, az egészségtudományi kar korábbi dékánjaként személyes hangvételű köszöntőt mondott, és ígéretet tett arra, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az ETK Pécsi Képzési Központja méltó körülmények között saját kampuszban működhessen. A köszöntők után Szentpéteri Csilla zongora játékát hallgathatták meg a vendégek. A műsor után a PTE egészségtudományi karának 20 éves történetére tekintettek vissza, tudományos előadásokon korábbi vezetők, oktatók és a kar meghatározó alakjai. Akkor sok mindent terveztünk, amikor 20 évvel ezelőtt megindultunk, de lényegében 4 alapszakkal tudtunk indulni, és utána hát a következő rektorurak támogatásával sorba építettük föl az egyes szakokat, amely eddig még Magyarországon nem volt, diplomás ápolószak, nappali tagozat, egészségbiztosítási szak, levelező és nappali tagozat, laboratóri analitikus szak, képalkotó, nagyon sok szakot sikerült létrehoznunk. Ami a legszebb volt, hogy itt a közép-európai viszonylatban az egyetemi ápolóképzést is sikerült megalapítanunk és beindítanunk. A múltat, a jelent és a jövőt összekapcsoló szál a közös cél és a 4 képzési központ, mondta előadásában a kar dékánja Betlehem József. Azt gondolom, hogy semmi csüggedésre nincsen oka a karnak, hiszen egy olyan szakmát, egy olyan területet művel, amit egészségtudománynak nevezünk, és ebben még nagyon-nagyon sok lehetőség rejlik, nem csak képzés vonatkozásában, hanem ennek a tudományos oldalátnak a megszilárdításában is. És hát a jövőképünk is, én azt gondolom, hogy eléggé pozitívnak tekinthető, hiszen most már örömmel számolhatok be arról, hogy székhelyen kívüli képzést tudunk Németországban indítani. Frankfurt am Mainban kaptunk engedélyt egy ápolás BSC szakindítására. Az ünnepi rendezvényen előadásokat tartottak a kar múltjáról, jelenéről és jövőjéről, a képzési központok megalapításának regionális hátteréről és az ETK nemzetközi kapcsolatairól is.